Az idei immár 23. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nemzetközi levéltári napok alkalmából gyűltek össze a térség levéltárosai a megyeházán. Többek között Beregszászi, Nagybányai és Gráci előadók érkeztek Nyíregyházára. A megyei intézmény vezetője a konferencián kiemelte, több 1956-os dokumentum is fellelhető levéltárukban. Sok érdekesség van, ha valakit érdekel 1956, hiszen peranyag, közigazgatási anyag, és dr. Lénárd Bélának, aki a Tiszavasvári Bizottságnak a tagja volt, köszönhetően már emlékirat is rendelkezésünkre áll 1956-ról. A levéltári rendezvényen az 56-os forradalmár Lénárd Béla is jelen volt, ő 60 évvel ezelőtt Tiszavasváriban harcolt, tettei után börtönbe került, Nyíregyházán raboskodott. Amikor 1956-ról beszélünk, akkor beszélünk a forradalomról, beszélünk a szabadságharcról, de nagyon-nagyon elfeledkezünk az utána történő megtorlásokról, amelyek azért rengeteg ember, mintegy 20-23 ezer ember életét és családtagjaikkal együtt körülbelül 100 ezer ember életét jelentette és érintette akkor. Na, ez volt az első etap, és amikor kijöttünk a börtönből, akkor mi azt gondoltuk, hogy tulajdonképpen ezzel minden rendezve van, és akkor jött egy harmadik etap, az én életemben ez körülbelül 30-35 évet jelentett, amikor másodrendű állampolgárként kellett élni ebben az országban. A rendezvényen proarchívó emléklapokat is átadtak, idén 5 embert díjaztak azokat, akik iratokat, könyveket ajándékoztak a levéltárnak, vagy szakmai segítséget nyújtottak az intézménynek.